Nyár, meleg, strand, napsütés és persze a labda. Elengedhetetlen kellékei egy strandfoci tornának. Ezek közül minden adott volt már a rendezvényt felvezető keddi sajtótájékoztatón is. A szervezőknek nem volt nehéz dolguk a mezőny összeállításakor, hiszen a csapatok körében már jól ismert négynapos foci fesztiválról van szó. Dajka László bízik abban, hogy a színvonal is hasonló lesz az elmúlt években megszokotthoz. Olyan csapatok vannak itt, ismerve a csapatok összetételét is, hogy fantasztikus torna lesz. Egy évről évre jobbak ezek a csapatok, bejárják az egész országot, hiszen amikor elkezdtük 11 évvel ezelőtt ezt a tornát, akkor 6 csapat indult el ezen a tornán, és totyogva, lötyögve jöttek a csapatok. Egyetlen egy csapat volt, a Bohemians FC, aki már akkor az országban is komoly hírnevet szerzett, hiszen több tornát is megnyertek, és őtőlük sokat lehetett tanulni, de aztán előbb-utóbb évről évre mindig jött újabb 6, újból 10 csapat pluszba, és aztán már 32 gyakorlatilag a negyedik évben már meg is volt, és egyre jobban tanulták ezt a játékot, ami nagyon szép. A több mint egy évtizedes múltra visszatekintő rendezvény már teljesen beépült a Sóstói Strand nyári program kínálatába. Mi mindig meghatározzuk a programtervünket minden évben előre, és erre a rendezvényre már úgy tekintünk, mint egy ikonikus rendezvénye a strandnak, és hála Istennek a vendégeink is így tekintenek rá. És ugye, hogyha azt teszik, hogy 11 évvel ezelőtt volt 6 csapat, most pedig már 40 plusz számban vannak jelen a csapatok, és már gyakorlatilag plusz nevezéseket nem is nagyon lehet elfogadni, azt gondolom, hogy ez mindenképpen egy olyan dolog, ami önmagáért beszél, és a rendezvénynek a színvonalát tükrözi. Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyéből Nyíregyháza mellett 12 településről érkeznek csapatok, de más régiók képviselői is ott lesznek a homokos borítású pályán. 4 megyéből érkeznek a résztvevők, sőt nemzetközi női férfi strandfoci fesztiválunk, hiszen Szlovákiából is érkezik egy csapat, tavaly itt voltak már, és próbálkoztak ezen a tornán, akkor 15-16-okat kaptak gyakorlatilag, de most már máshol is próbára tették magukat, és bízom benne, hogy most már jól fogják érezni magukat. A tavaly is jól érezték magukat, csak akkor még az eredmény nem volt olyan jó, most esküdöznek, hogy most már fog nekik menni ez a játék, 2 busszal is érkeznek, családokkal, itt töltenek 4 napot, tehát megvan a turisztikai jelentősége is ennek a tornának, azon kívül még, hogy 4 megyéből jönnek, hiszen Nyíregyháza mellett Hajdú, Borsod, Szabolcs és Pest megyéből, ugye Vácról a Romeo Vác csapata is érkezik, amely minden évben résztvevője ennek a tornának. Én bízom benne, hogy fantasztikus tornát fogunk tudni lebonyolítani ismét. A strandfoci fesztivál csütörtök délelőtt egy 4 csapatos női mini tornával indul. A férfiak 8 csoportos küzdelemsorozata csütörtök délután kezdődik. Vasárnap az állva maradt 16 együttes már egyenes kieséses rendszerben folytatja, a döntő délután 16:30 kezdődik. Az első 4 helyezett csapat pénzdíjban részesül, valamint jutalmazzák a gólkirályt, a legjobb kapust és a legjobb mezőnyjátékost is.